A Richter Aranyanyú díjat olyan pedagógusok, orvosok, egészségügyben és szociális területen dolgozó nők kapják, akik nélkül nehezen képzelhető el egy jól működő társadalom. Ők azok, akik a legkisebb erkölcsi és anyagi elismerésben részesülnek nap mint nap elvégzett, felbecsülhetetlen jelentőségű munkájukért. Ez a díj hozzájárul ahhoz, hogy minden évben pár hónap és egy különleges nap végre róluk is szóljon. A díjátadó az felemelő, csodálatos érzés volt, egy meghatározó az életemben, soha nem fogom elfelejteni. A közönség szavazatról a díjátadón értesültünk, amikor a kategóriákat felsorolták, és az én kategóriámba, a szakdolgozó kategóriába a közönség díjas én lettem. Az ünnepélyes átadóra a Budapest Music Centerben került sor, ahová az eddigi évek díjazottja és az idei döntősök voltak hivatalosak. Rácz Zsuzsa, a díjat megálmodó írónő nyitó beszédében többek között egy korábban díjazott aranyanyú jelölőjének, Pruházka Szandrának sorait idézte, aki úgy fogalmazott, ezek a nők életükben talán most az egyszer kapják meg a nekik járó elismerést. Molnárné Gardi Katalina, Csongrád megyei egészség ügyi ellátó központ vezető aneszteziológiai szakasszisztense több mint 30 éve dolgozik az intézményben, munkája az élete. Rajtszél győzelmet aratott, mint megtudta, annyi szavazatot kapott, hogy nem is volt kérdéses az eredmény. Felemelő volt, és szó szerint a tenyerükön hordoztak, és nagyon-nagyon köszönöm igazából, hogy egyáltalán felmerült 7 évvel ezelőtt, hogy ilyen díjat alapítsanak, mert nekem ez tényleg természetes volt, hogy én ezt csinálom, és így csinálom. Ők nem így gondolják. És azt mondták, hogy azokat a nőket meg kell jutalmazni, akik ilyen odaadással végzik a munkájukat. Az egészségügyi szakdolgozói közönség díjat az egyik zsűritagtól, Dobó Kata színésznőtől vehette át, aki elmondta, példaképként tekint a díjazottakra, akik családjuk mellett is helytállva végzik odaadó munkájukat. A Csongrád megyei jelöltek közül Sebők Erika, a Szentesi Kórház ápolónője és dr. Maráz Anikó szegedi onkológus is elismerésben részesültek lelkiismeretes tevékenységükért.